Volt egy rövid zárlatunk, amiből fordított az ellenfél, és utána már nem tudtunk újítani. Nem volt benne az a mérkőzésben az elején ez, hogy ez így fog végződni, de megbüntettek minket, igen. Szünetben változtatásra szánta el magát a szakmai stáb, Dorian Babunski helyett érkezett a csapatba Bobá Gergely. Egy magasabb szerkezetű csapatrész, egy center játék lett volna az, ami esetleg eredményre vezethetett volna? Nem, sérülés miatt történt a csere, úgyhogy mint ahogy a mérkőzés előtt is a bemelegítésnél. Mi történt pontosan, illetve Alexander Karnicki állapotával kapcsolatban is felmerülhet a kérdés, ugye a kezét fájlalta a büntetőt követően. Igen, neki az ujja fordult ki, de azt visszarakták, és az ott volt tovább játszani. Ritka, hogy 4 gólt kapjon a csapat. Mi az, amit gyorsan rendbe kell tenni, hogy aztán újult erővel léphessen tovább az együttes? Hát azok a hibák, amiket most büntettek, azokat nem szabad elkövetnünk, mert egyébként büntetik ezeket a hibákat, tehát nem lehet elcsúszni utolsó emberként. Sok apróság volt, ami sajnos most egy fordulóponttal ugye büntetve lett. Én úgy gondolom, hogy már a múlt mérkőzésen is a csapat megbízható volt, vagy úgy, pontosabban inkább így mondom, hogy szervezett volt és csapategységünk rendben volt. Az a mérkőzés nem úgy sült el, hogy szerettük volna, de mi akkor is láttuk a csapatba azokat az elemeket, amire lehet építeni hosszú távon, és a mai mérkőzést is azokra az alapokra építettük, csak egy kicsit emeltük a fokozatot, frissültek a játékosok, és tisztult a fejük is az előzeti kudarcok miatt, és ebből ez jött ki. Szélső játékról és átlövésekről is beszélgettünk a találkozó előtt. Előbbiben volt különösen erős a csapat. A második félidőben láthattuk, hogy Sierik is sokszor egy sorral följebb játszott, Hollander Filip indítása esetén, ami a harmadik gólt eredményezte, is ült az a megoldás, amit eltervezett a csapat. Miről beszéltek az öltözőben? Mármint most miről, vagy a szünetben? A szünetben. Hát a szünetben is megvoltak azok az instrukciók, amiben kevésbé működtünk jól, tehát azért azt kell mondani, a mérkőzésnek az eleje az nem volt meggyőző, de hála Isten rendeztük a sorokat, és az első félidőben meg tudtuk fordítani a mérkőzést, szünetben még fokoztuk, tehát kijavítottuk azokat a hibákat, amit úgy láttuk, hogy a játékban bent volt, hogy ezt meg tudjuk tartani, ezt a stabilitást, és abból még rá tudjunk rúgni gólokat. Tehát stabilizáltuk egy kicsit a csapatot, azokat a hibákat kijavítottuk, amit észrevettünk. Sokan szurkolnak a Vasasbent maradásáért, mi sem bizonyítja ezt jobb, hogy ide is elkísérték a csapatot, sőt még a hazai szektorban is voltak olyan kisgyerekek, akik mondjuk Hollander Filip mezét szerették volna elkérni a mérkőzés után. Mekkora lendületet adhat egy ilyen győzelem? Hát most nagyon örülünk ennek a győzelemnek, mert nagyon kellett. Ezzel elnapoltuk az eredményhirdetést, aztán készülünk majd a következő mérkőzésre.